Köszönöm, kívánok! Tisztelt Szövetségesek, kedves Kardoskúti polgárok! Köszöntöm a megjelenteket Kardoskút község önkormányzatának képviselőtestület által az október 23-ai nemzeti ünnepünk alkalmáról rendezett megemlékezésen. Köszöntöm a megemlékezés megszervezésében aktívan közreműködő Papné Neller Borg állam igazgatóasszony, Varga Pál képviselő urat, Kardoskút község honlapjának szerkesztőjét, Menyhárt Krisztina tanárnőt és a Kardoskúti Tagiskola tanulóit, akik műsorukkal hozzájárulnak a méltó megemlékezéssel. Márai Sándor a következőket írja az ünnepről. Az ünnep különbözés, az ünnep mély és varázsos rendhagyás, az ünnep az élet rangja, felső értelme. Készülj fel rá, testbe és lélekbe. Ma 1956 nemzeti ünnepén és az élet egy kiemelt pillanatára jövünk, mert fontos, hogy tisztán lássuk és számon vessünk a múltat, hiszen jelen magában foglalja a múltat és valamit ad hozzá. Október 23-a kettős nemzeti ünnep Magyarországon. Az 56-os forradalom kitörésének és az 1989-es Magyar Köztársaság kiáltásának napja. Ezen a napon, 1956-ban forradalom tört ki hazánkban. De mi vezetett ide? Az 1948 és 53 között érvényesülő sztálinista terror, az AVH kegyetlenkedése, koncepciós terep, osztályidegen elemek deportálása, az erőltetett forgatosítás és iparfejlesztés, valamint a mindenhez társuló érhetetlen szegénység. 1953-ban Sztálin halála után Nagy Imre miniszterelnökké történő kinevezésével megcsinálta reményt. Az új miniszterelnök azonban nem hajtotta végre programját. 1955-ben a Rákos irányította pártvezetésre váltotta, sőt a pártból is kizárta. Az országon belül nőtt az elégedetlenség, melynek az értelmiségiek, a Petőfi kör tagjai, valamint az egyetemisták mind gyakrabban adtak hangot. 1956. októberében az egyetemisták 16 pontba foglalták követeléseiket, melyek közül a legfontosabbak a következők voltak. A szovjet csapatok kivonása, új kormány alakítása Nagy Imre vezetésével, általános egyenlő és titkos választások, március 15-e nemzeti ünnepén nyilvánítása és új gazdaságpolitika. Október 23-ára békés felvonulást terveztek a követelések alátámasztására és a Szovjetunióval szemben nagyobb önállóságra törekvő Lengyelország támogatására. A történelem ritkán ismétli magát, ugyanakkor vannak események, amelyeknek ugyanaz a jelentése történelmi tárlatból tekintve. Miért állítom én ezt? Október 23-án Budapesten a lelkes fiatalok egymásba tarolva a Petőfi szobor és a Bence szobor között meneteltek. A diákok felolvasták a 16 fontot, Sinkovics Imre elzavarta a nemzeti dalt. Utána a Kossuth térre vonultak. Ezek a fiatalok tudták, a zsigereikben érezték, hogy az 1848-as szabadságharc eszményeiből, jelképeiből kell erőt, hitet és nem utolsó sorban bátorságot meríteniük. A demonstráció szenvedélyektől fűtött, de békés volt. Ezzel a nappal, ezzel a békés tüntetéssel vette kezdetét az 1956-os forradalom 12 nap, mely a történelemben egy pillanat csupán, de nekünk magyaroknak a csoda 12 napja volt. Az 1956-os év slágere, ha bárhogy lesz, úgy lesz volt, de a magyarság úgy döntött, ne legyen akárhogy. Egy önérzetében nem csonkított, önrendelkezési jogától megfosztott nemzet fellázadt az elnyomás ellen, és szembeszállt a világ egyik legerősebb katonai hatalmával. Dávid küzdelme volt ez, Góliáttal szemben. Október 23-án este Nagy Imre beszédet mondott, reformokat ígért, és hazatérésre szólította az embereket.
totalitának és nacionalistának nevezte a tüntetést, egyidejűleg telefonon katonai segítséget kért Ruscsoktól. Nagy évre beszélte csalódás, gerőelnői feltáborodást okozott a tüntetőben. A tömeg a Magyar Rádió épülete elé vonult, ahol egy véletlen katonai incidenssel kezdetét vette a budapestiek fegyveres felkelése. Az október 23-ai tüntetés békés célokat szolgált. Mi sem bizonyítják jobban, mint az, hogy a rádióhoz kivezényelt katonák egyre többen a tüntetők oldalára álltak, sapkáikról letépték a vörös csillagot. Október 25-én a Kossuth téren mintegy 5000 békés tüntető gyűlt össze, amikor az ADH emberei vizet nyitottak a tömegre. Az eseményeket már nem lehetett megállítani. Az egyetlen ember, aki a közvélemény szemében hiteles maradt, Nagy Imre volt. Nagy Imre október 27-én ismét kormányt alakított, programot hirdetett, október 28-án gyakorlatilag győzött a forradalom. 12. Pius pápa a világ katolikusait imára hívta a felkelés győzelméért, Eisenhower amerikai elnök pedig rádió és televízió beszédében a magyar nép iránti csodálatának adott hangot. Hiszem, hogy ezekben a történelmi pillanatokban volt esély a politikai megoldásra, hiszem, hogy volt esély Dávid győzelmére Góliát felett. Ez azonban csak hiszem, miközben a történelmi könyvekből én is tudom, hogy Góliát győzelmes felett. De miért alakultak így az események? Talán mert Magyarország elképzelésével túllépett a Szovjetunió számára elfogadható reformok szintjén. Talán azért, mert a forradalommal szolidaritást vállaló nyugati nagyhatalma végső soron magára megtette kis országot. Tény, hogy a szovjet vezetés a politikai megoldás helyett a katonai támadás mellett döntött, és november 4-én koncentrált támadást indított Magyarország ellen. A hősiesen küzdő forradalmi erők ellenállását a hatalmas túlerő hamar megtörte. Úgy, mint 1849-ben a cári sereg. Kádár János vezetésével szovjet barát kormány alakult, és nem maradt el a megtorlás sem. Ezek és ezek kerültek börtönbe, sok százakat kivégeztek, és jelenten sírva földeltek el. Mindegy 200 000 pedig elvették az országot. Valóban igaz, amit állítottam? Góliát győzedelmeskedett Dávid felett? Úgy gondolom, nem. Ez a győzelem csak időleges volt, hisz a forradalmi gyors és radikális változások magukban hordozzák a bukást, de hatásuk tovább ér. Küzdelmeink, bár rendre elfutnak, vívmányaink vitathatatlanok. Nagy Imre a következőket mondta a népbírósági tanács előtt. Úgy érzem, eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel és a tények jogismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok, kegyelmet nem kérek. Ma már tudjuk, Nagy Imre és társai ítéletét hatályon kívül helyezte a legfelső bíróság, és bűnözmény hiányában felmentette őket. Tudjuk azt is, hogy 1956. októberében egy kicsi ország az egyik emberiségnek mutatott példát önbecsülésből, szabadság szeretetből, hazadiságból. Albert Camus írta a magyarokról. A legáltalán és bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik más nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Hajtsuk tehát fejet, Nagy Imre és társai, a pesti srácok, a vidéki értelmiségért, a munkás és parasztemberek előtt, akik egy jobb életért, a szabadságért, a függetlenségért, és végső soron értünk, az utódaikért küzdöttek. 1956 az emberi tempóság visszaállításának forradalma volt, számunkra a mérce, mely kötelez. Kötelességünk olyan értékrendszerünk élni,
mely életünk bármely pillanatában, bárhol, bármikor és bárki előtt bátran vállalható. Végezetül Magyar Jani soraival búcsúzom. Gyújtsuk gyertyát, hogy éledjen a fény, ébredjen szívünkben újra a remény, hogy kik haltak, húltak a sortüzek előtt, nem haltak hiába. Porukból nő a szabadság virága. Kérem, fogadják szeretettel az általános iskola tanulóinak ünnepélye során, melynek összeállításáért és bemutatásáért külön köszönet Mentár Krisztina tanárnőnek, majd a szózat elhangzása után fogadják el Kardoskó község képviselőtestületének meghívását, az emlékműnél történő szolgálatolódásra és a közös gyertekültásra.
Október 24. szerda. Kitört a forradalom. Reggel már 6-kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. Gyorsan felkeltem, felöltözködtem, és kiszaladtam az utcára. Láttam, hogy az utcán a forgalomára már puskákat visznek. Később is két bácsi elmesélt, hogy mi volt tegnap. Azt mondta, hogy a tömeg követelte, hogy a 14 pontot nyomtassák újságban. Az újságírók ezt meg is ígérték, mert a rádióban is be akarták mondani, erre a pártiknál azt mondta, hogy csak egész nyugodtan menjenek. Azonban az állósok nem engedték őket őrstúdióba. Erre egy magyar páncélelőzetes is megkérte az állósokat, azonban az eszetes előtték. Erre a páncélosok az állósokat a kormányra zavarták. A kapukból még láttam, hogy 10 orosz tankokat a stúdióhoz menni, de a tömeg elég ütött egy 6-os villamos. Többen mondták, hogy a Sztálin szobor itt van, a körút és a Rákóczi út kereszteződésénél. Ezután, mivel a tankok nem tudtak a körúton menni, a mi utcánkon jöttek. De ebben a lánya hadverője is hazajött, és azt mondta, hogy a Tüllői út és a Baros utca környékén is nagy harcok voltak, és a villanykontok is le vannak szakadva, továbbá 2 villanyoszlop ki van dőlve, és 2 orosz tank is ég. Ebéd után 80 tankot végig az Akászka utcán. Közben nagyon lehet a miniszterel. De ebben a rádió bemondta, hogy aki kettőig leteszi a fegyver, amnesztiát kap. Ezt akik megkoszabították. A szabadságharcosok elfoglalták az Athénaum nyomdát, és onnan küldték szét a röpiratokat. Október 25. csütörtök. Reggel 8-kor keltem fel. Reggel után átmentem Jancsihoz. Egész délőt lemezeztünk. Eljátszottuk a tiltott Kossuth és Erdély indulók is. Az ágyuk egész nap tökte. Délután a rádió bemondta, hogy kerül előtt felmentették tisztségi alhoz, hogy Kádár János lett a titkár. Ezután kiküzdték a házakra a nemzeti színzászlóhoz, de címek nélkül, mert az ifjúság követelte a csillag levételét. Ezért minden házam lukas zászló volt. Később a fekete zászlót is kiküzdték. Október 26. péntek. Az ágyén már terjedve a fejére. Harc a körúton. Reggel olvastam az ágyba, majd Anyussal a körúton mentünk, megnézni, hogy van-e valami ennivaló. Ekkor láttam először a Sztálin szobrot. Mindenütt orosz tankok jártak. A szikla előtt még mindig füstöltek a könyvek. Jancsi mondta, hogy az éjjel a nyugati bányókarnál volt nagy harc. A rádió sokat hallgatott, mert azt mondta, hogy az ellenforradalmárok megadták magukat, és csak 3 volt mondjuk maradt, ami persze nem igaz. A körúton nagy harc volt. Minden ablak kitört. Esküde 800-an letették a fegyvert, de a felkerült 2/3 része még harcolt. Az ifjúság követelte, hogy az AVH tegye le a fegyvert. Este aknákba voltak. Beszélet mondott. Beszélében megígérte, hogy megszűnik az AVH,
Nemzet ünnepelt március 15-et. Továbbá megkérte, hogy hatán címere ifjúsági követelése szerint újból kocsi címere lesz, és hogy 24 órán belül az orvosnak adott, mert kezdett a kizunglás. Október 30. Reggel már tanárul kívánat olvastam. Évelőtt Jancsinál voltam. Jancsi valamak tónkat írtuk. Nagy mosott repülőjárt a levegőben. Gyöngyszédulált a továbbat, de bal szerencsétre, a kormányzat egy verset. Ma jelentett először a Függetlenség című napja. Délelőtt ugyan nem lőtte, de délután versenyeztek a megdöntéssel. Később megtudtam, hogy a kommunista párt székházát lőtték, ami a Tiszakánál irányban. Akkor később láttam megnézni, hogy mi van. Mikor bejött, azt mondtam, hogy a felterő két ágós felakasztottak a látogatókba egy fára. Ma meg itt volt a Solics bácsi, aki a Práter utcában lakik. Azt mondta, hogy ott voltam egy gombolás, mert felük szemben van az iskola, amely tele van felkerülve, és egyet is tudjuk az orvosok. 1956. november 7. Az Ostrom, de szörnyű napja. A mai nap lett volna a 12. születésnapok. Ma nem lehetett megtartani a születésnapomat, mert ma is köldöztek. Annyit, hogy átlettem az utcán, kaptam ki az egyik a házunk előtt állt meg, és lőtt. Erre a ház több agyat kitört. Délután óriási harc kezdődött, az ágyuk folyton szóltak. Délután gázszókat csináltam a nagyobb vezetés ellenére is. November 8. Ostrom után. Láttuk, hogy az orosz járőrök jönnek és mennek a kormányhoz. Kisvágtattak élnek egy csomó puskával, a történt tizedik baloldán és egy csomó barakját. Így Dénes, Suhánk Alda, Gyertérítás, Mászlát Pétersége, a fiú ott lett, ízló fejére, mint az bőre, a partinek. Fosztott a lelke, jégvelésben, ahogy értvárta, jönne. A fiú ott állt 15 évesen, mint születésnapja, halálnak terek. És amit állott a falnál, vészelt előtte, halad a fény, elkesett. Állunk a falnál, korfehéren, egyik helyére, jég a másik. Állunk az idősön, idős volt üzébe, már ő látott szoroskodásig.